A meleg nyári időjárás nem csak az embereket, hanem a növényeket is megviseli. Ilyenkor az öntözőkanna vagy locsolótömlő használata kötelezővé válik. Lehetőleg reggel vagy este felé locsoljuk a növényeket, ne napközben, amikor erősen tűz a nap. A növényeket a tövüknél, a gyökerükhöz közel locsoljuk, ne a levelekre engedjük a vizet. Kerüljük a délelőtt 11 órától délután 4 óráig tartó időszakot, hiszen akkor a legmagasabb az UVB sugárzás. A növények számára sem jó, hogyha kánikulában tevékenykedünk, hiszen könnyebben sérülnek. Így a kapálást, öntözést ne ilyenkor csináljuk. Szűcs Gergely kiemelte, fontos a növények számára a folyamatos vízellátás. Három részre tudjuk bontani a föld féleségekben előforduló anyagokat. Található benne 25% levegő, 25% víz és a maradék a szilárd részecskék. Hogyha ez valamelyik része felbomlik, akkor a növény számára egy kedvezőtlen környezetet tudunk teremteni, tehát a nyári időszakban általában 25% víz szokott csökkenni, ezt pótolni kell mindenféleképpen. Szerencsére a földnek megvan a megtartó képessége, tehát hogyha egy nagyobb mennyiségű vizet juttatunk ki a növény számára, akkor meg tudja tartani a föld sokáig, viszont az időpontot meg kell választanunk ebbe az esetbe is. Szűcs Gergely kiemelte, permetezés növényvédelem esetében fontos, hogyha 26 fok felett van a hőmérséklet, valamint fúj a szél, akkor kerüljük el ezeket a folyamatokat. A növények számára az ideális gondozási időszak a hajnali, illetve az esti órák.